A két város társulása egyik példája a határon átnyúló sikeres együttműködésnek. A közös nyilatkozatot Szeged polgármestere és a Szabadkai Városi Képviselőtestület elnöke írta alá. A mai ülésen arról döntöttünk, hogy környezetvédelmi projekteket fogunk indítani, elsősorban vízvédelmi és talajvédelmi projekteket, a megújuló energia hasznosításával kapcsolatos közös projektbe dolgozunk tovább, és hát természetesen folytatjuk a két város között gyümölcsöző kulturális együttműködést is. A Szabadka és Szeged közötti együttműködés példaértékű a régióban, mert ritkaság, hogy két város ilyen magas szinten tartja fent a kapcsolatokat. Mégis ez csak kis része azoknak a társulásoknak, amelyek a civil szférában és az intézmények között alakultak ki az elmúlt években. Szeged és Szabadka között hagyományosan jó a gazdasági együttműködés. Egyre több magyar cég nyit leányvállalatot az Észak-Bácskai térségben. Szabadkán van egy pár magyar cég is, amely tulajdonképpen ebből a határon túli környezetből jött át, és egy leányvállalatot nyitott. De megemlíthetjük azt is, hogy a városok közötti együttműködés is valamilyen módon segíti ezt a gazdasági együttműködés fejlesztését. A két városnak eddig több mint 10 közös projektje valósult meg, amelyek összértéke mintegy 500 000 euró. A régión belüli intézmények és civil szervezetek között megvalósult projektek száma pedig ennek a kétszerese.